Ebben a mai videóban az alfa-liponsavról lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit, én Újhelyi Szabolcs Zoárd vagyok. Az alfa-liponsavat, melynek ALA a rövidítése, fontos, hogy ne keverjük össze a növényi omega-3-mal, melynek szintén ALA a rövidítése. Az ALA vagy teljes nevén az alfa-liponsav egy nagyon erős antioxidáns vegyület, mely zsírban és vízben is oldódik. Első fő kiemelt funkciója a többi antioxidáns vegyület, például a glutatión vagy az E-vitamin megfiatalítása, azaz segíti a többi antioxidáns, hogy megújuljanak, hogy hatékonyabban működjenek. Tehát először is egyfajta támogató antioxidáns támogatja a többi antioxidáns vegyületet. A második lényeges funkciója, feladata a méregtelenítésnél érvényesül, egy nehézfém kelátképző, azaz megköti a szervezetünkben lévő nehézfémeket, például a higanyt és az arzént. Ez ugye hasznos lehet, ha méregtelenítünk, vagy elzsírosodott májnál, vagy például pajzsmirigy alulműködésnél. Az alfa-liponsav egy lipid antioxidáns, azaz zsírantioxidáns, ezért nagyon hasznos a sejtek falának védelméhez. A sejtjeink fala egy kettő zsírréteg, illetve az idegek megtámogatásához, mert az idegeket is ugye zsírréteg borítja, ezt mielin hüvelynek nevezzük. Tehát mindenféle idegekkel, idegrendszerrel kapcsolatos problémánál hasznos az alapótlása, ilyenek például a neuropátia, a kéz- és lábzsibbadás, a szklerózis multiplex és különböző egyéb idegkárosodások. Idegrendszeri problémákra ajánlott együtt szedni az alát a benfotiaminnal, ez ugye a zsírban oldódó B1 vitamin, illetve célszerű sok állati zsíradékot is fogyasztani. Az ételekből és a környezetünkből is rengeteg negatív hatás éri a testünket, mely a szabad gyökök növekedésével jár. Az alával megtámogathatjuk a testünk védekező folyamatait a szabad gyökök romboló hatásaival szemben. Ebből a célból ajánlott az ala mellé sok bogyós gyümölcsöt vagy gyümölcslevet fogyasztani, mivel bennük sok a flavonoid, a kvercetin, a rutin és más polifenol vegyületek. Cukorbetegeknek, illetve a prediabetes állapotában is nagyon hasznos az ala, mivel egyfajta inzulin utánzónként is tud működni, így javít az inzulin érzékenységen, javít a cukor hasznosulásán, illetve a szemek védelméhez is használni tudja a testünk, ami szintén nagyon fontos, ha inzulin rezisztenciánk van. A szemek védelméhez nagyon jó az ala mellé a halolaj, a krillolaj, a fekete áfonya, a fekete berkenye és a goji bogyóból készített gyümölcslé. Az ala kulcsfontosságú az emésztés során a felszívódáshoz és az energiatermelődéshez, mivel segít az enzimeknek a tápanyagokat energiába alakítani. Az ala szedése ajánlható daganatos betegeknek is, mivel több humánkutatásban is gátló hatással volt egyes rákos sejtekre. Az ala nagyobb mennyiségben a belső szervekben lévő ételekben található meg, mint a máj vagy ugye a szív. A zöldségek közül a spenót, a brokkoli, a kelbimbó és a paradicsom tartalmaz többet, de mivel hőre eléggé érzékeny, ezért ételekkel keveset tudunk csak bevinni belőle. Nagyobb mennyiséget étrendkiegészítővel pótolhatunk, leginkább kapszula formában. Éhgyomorral legjobb elfogyasztani az alakapszulákat, naponta 3 alkalommal. Alapszinten 600 mg ajánlható belőle, de ha egy komolyabb problémát szeretnénk kezelni, felemelhetjük a napi adagot 1800 mg-ig is. Az alfa-liponsav biztonságosnak tekinthető, kevés mellékhatással jár, néha okozhat hányingert, kiütéseket, esetleg viszketést. Ha pajzsmirigyre szedünk gyógyszereket, érdemes a fogyasztása megkezdése előtt orvossal is konzultálni. Ha hasznosnak találtad a videót és szeretnéd, hogy mások is megnézzék, nyomj egy lájkot a videó alatti gombra, mert így a YouTube másoknak is fel fogja ajánlani a videót megtekintésre. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!